nekünk van egy helyzeti előnyünk a többiekkel szemben. Mindig is volt egy helyzeti előnyünk, és ez a helyzeti előny, tudod, miből származik? Két dologból származik. A genetikai vonalunkból származik, és a nyelvünkből származik az előny. Ugyanis egy olyan módon működik a magyar, hogy ha megnézed a világon a legtöbb a lakosság létszámához képest, vagy a nép létszámához képest, vagy a nemzet létszámához képest, a legtöbb találmányt adtuk a világnak. Messze a legtöbb találmányt. Tehát itt van ez az új film, az Oppenheimer, még nem láttam, de ugye meséltek róla. Hát gyakorlatilag ugye az atombomba, hát egy csomó magyar közreműködött abban, hogy az létrejött. Jó, tehát ezt most csak azért mondom, hogy a magyar az okos. Tehát hogy az, ugye volt egy mondás, egy régi mondás, hogyha egy forgóajtón, ma a külföldieknek mondták ezt a forgóajtót, hogyha a forgóajtón bemegy utánad egy magyar, akkor mivel kiléptek, már előtted lesz. Szóval lényeg az, hogy ugye mi nagyon jó szellemi képességekkel, tehát ésszel vagyunk megáldva. Itt egy kérdés van az ésszel kapcsolatban, hogy vajon kinél melyik az erősebb, az ész vagy az ego? Ez mindig a kérdés, mert ott, ahol az ego elnyomja az észt, ott az ész az nem látszik, az nem nyilvánul meg, mert nem tud megnyilvánulni. Ott, ahol az egót sikerül az észnek legyőznie, ott ugye az az illető képes az eszességét alkalmazni. Na most, van nekünk egy másik dolgunk az eszességünk kívül, hogy vállaltunk valamit, mint nép. Több ezer éven keresztül csináltuk azt, és István leállította ezt, anno annak idején első István, mégpedig azt, hogy egy magasabb szintű tudást juttassunk el az emberiség számára. Na most, ha egy nép nem teljesíti a vállalt küldetését, akkor utána ne csodálkozzon, hogy mint nép mindenféle nagy kihívással kerül szemben, és ha megnézzük a történelem során, hát elég nagy kihívásokkal kerültünk szembe. Ezek a kihívások nyilván még a túlélésünket is sokszor fenyegették, mint népnek a túlélését. Tehát ezt a küldetést nem fejeztük be, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. Ugye azért mi vállaltuk, mert eszesebbek voltunk, mint a többiek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hunok közvetlen leszármazottjai vagyunk, a világ ennek tekint minket, mi ezt magyarok a hivatalos magyar álláspont szerint megtagadjuk. Pedig a világon mindenütt úgy szerepel, hogy Hungary, Hun. Hun. Oké? Nem tudom, miért tagadjuk ezt meg, mikor a nevünkben is benne van. Szóval, a hunok világküldetése volt, és ezáltal nekünk magyaroknak a
a magasabb rendű tudás eljuttatása az emberiség számára. Tehát ugye mit jelent, ha nincs magasabb rendű tudás? Azt jelenti, hogy elbutulás. Ezért volt sötét középkor. Nézd meg, hogy micsoda elbutulások voltak. Ezért van most ez a korszak, ahol ilyen elkezdődött a totális elbutulás. Megnézheted, az emberek nagy része. Tehát ugye mit jelent az elbutulás? Csak hogy tisztában legyél vele. Minél butább egy ember, annál hiszékenyebb. Világos ez? Tehát a hiszékenység és a butaság az párhuzamos egymással. Oké? Mert egy okos ember az nem hiszékeny. Világos ez? Mert átlátja a dolgokat. Egy buta ember az elhisz mindent. Ha kellően sokszor mondják neki. Oké? Vagy kellő nyomatékkal mondják neki, vagy hát valami nagyon jól felépített ember mondja neki. Érted?